akit ma egy kávéra hívtam, a Benczúr utcában cseperedett, amit a barátaival annak idején Hancúr utcának hívtak. Igazi pesti lány volt, görögként. Aztán egyszer csak visszatért a természethez, bár fontos maradt számára a színház. Úgy fogalmazott, kell nekem a trágyaszag is, meg a flitter is. Papa Dimitrió Attila. Jaj, de örülök neki, hogy így nyitottál, nagyon tetszik. Melyik része? A mai napig érvény, az egész, tehát a Hancúr utca az nekem... Hát csapjunk bele a lényegbe, tehát az a lényeg nekem, hogy én a Hancúr utcában, Benczúr utcában nőttem föl, és én azt gondolom, hogy én ma attól vagyok ilyen erős idegzetű, hogy nekem irgalmatlan erős gyerekkorom volt. Tudod, ami nagyon-nagyon fontos lenne a mai gyerekeknek is, és sajnos a mai gyerekek nem tudják ezt. Az ilyenfajta életet élni, mert nincs biztonságuk, nincsenek családok, esnek szíjjel, nincs gyerekkoruk, nem tudnak játszani, nagyon-nagyon komoly feladatokat kell állandóan teljesíteni az óvodától kezdve az iskoláig. Érzelmileg nulla, tehát mindegy, én most ezt nagyon sűrítettem, de én azt gondolom, hogy azért vagyok ilyen erős, mert... Egyrészt volt az üvegbúra, ami a család, az a nagyon erős közösség, meg volt a szabadsága annak a gyerekkornak, de aztán lett belőled színésznő, aztán lett belőled feleség, aztán szültél két gyönyörű lányt, akikre Nórára, Annára már színésznőként mi is rácsodálkozunk, csak hogy pörgessem a filmet. Igen. Ugye aztán te egyszer csak életet váltottál, és kimentél, és kecskesajtot csináltál, és gyakorlatilag több mint 10 éven át. A lótrágyába mentem, igen? Igen, a lótrágyába, igen. De közben megtartva a flittert. Igen, pontosan. De egy pár évvel ezelőtt végül is az a film véget ért. Igen. És gyakorlatilag megint új életet kezdtél. De a kettősség, az megmaradt? Tehát a trágya és a flitter? Az abszolút megmaradt, és az új élet, az csak annyiban új élet, hogy az a kapcsolat az, hogy megszakadt, de a természettel való kapcsolatom az nem, és nem is vagyok hajlandó soha többet ezt megszakítani, és az állatokkal való kapcsolatom, most is vannak állataim. Én azt gondolom, hogy az embernek az az igazi közege a természet, és aki azt nem de a Revicki Gabi mondta nem olyan régen egy nyilatkozatában, hogy akinek nincs köze a természethez semmilyen szinten, az egy pillanatot nem élt. És tényleg így van. Tehát ő ahogy el tudtam mondani, ő nagy horgász, és ahogy el tudta mondani a vizeknek a termé, hogy az egyik víz ilyen, a másik olyan, a Duna, a Tisza, és szóval érzed azt, hogy ő... Na, tehát magyarul azt gondolom, hogy minden embernek a természethez kellene visszafordulnia, és majd mondani fogok valamit, és ezt ne vágjátok ki, könyörgöm, nagyon fontos. Én azt gondolom, hogy minden iskolásnak abban az érzékeny, hülye kamaszkorukban kötelező, de most ezt komolyan mondom, tehát olyan kötelezővé kéne tenni, mint ahogy azt a matematikába, a logaritmust, meg a kémiába, a kovalens kötést, azt sem tudom mi az, olyan kötelező, tehát nem megkérdezni, hogy kötelezővé kéne tenni az iskola év utolsó hetébe kicsapni őket tanyára, eddig a lószarba, se víz, se villany, küzdjön meg minden egyes vízcseppér, hogy lehet, ki meg tudja a fogát mosni, küzdjön meg azzal, hogy ott a petróleum lámpánál próbáljon olvasni, vagy próbáljon tanulni, a tűznél melegedjenek, tehát kötelezővé tenném, tudod? És utána, mert hiába mondod most egy gyereknek azt, hogy vigyázz a vízzel, meg kapcsol le, azt se tudja mi az. Ha megküzd érte, akkor meg fogja tanulni. Hát ez az, hogy én tudom rólad, hogy mondjuk 3000 kiló fát behordtál akkor, amikor fűteni kellett, vagy volt, hogy elromlott a szivattyú, és a kútról cibáltad fel az x liter vizet. Igen. Miközben ugye ez egy ilyen kettős kép, igen, mert látok a Csárdás királynőbe, vagy az Abigailbe, vagy nem tudom, egy... Igen. Csoda színésznőt, tehát amikor ennyire határozottan kell neked ez a földszag, igen, neked ez tölt, ez mit ad? Tehát miért nem jobb a kényelem, teszem fel a... Végül is nem is áll kérdés. Mert nincs benne semmiféle sikerélményed, érted? Hogyha te fölpakolsz 3000 milyen bánatos fát, és fölrakod, és megnézed, akkor az olyan energiával tölt fel, azt mondtad, hogy na, hát ezt én megtettem. Még ha bemész és fölkapcsolod a villanyt és leülsz, fád leszel, üres leszel, tehát nincs, ma senki nem küzd meg semmiért, érted? Mert fölkapcsolom, kinyitom, órákig hát folyik a víz. Hát ilyen szempontból nem, de azért az életünkért küzdünk, vagy az életben sokat küzdünk, csak tény és a hülyeségekért küzdünk, azért, hogy minél több legyen. Minek?
Mi a francnak? Azért kell kicsapni ezeket a gyerekeket, mert rá fog jönni, hogy azzal az egy tornacipővel végig tud csinálni egy hetet. Maximum két gatya, mármint ilyen felső gatya, alsó gatya nyilván ne. Tehát nem kell habzsolni. Tudod, mit hallottam egyszer egy nagyon jó mondást, és ez mindenre érvényes, anyagiakra, mindenre. Nem az a szegény, akinek nincs, hanem az, akinek soha nem elég az, ami van. Ilyen szempontból végül is te nem vagy szegény. Dehogy is. Miközben nincs vezetékes gázod, és miközben... Tehát te ott mosolyogva tudod a vizet húzni. Nagyon. És akkor viszem, és figyelj, az olyan élmény, hogy megtudsz, és nem félek, tőlem lekapcsolhatják, elzárhatják, bármit csinálhatnak. Én tudok olajlámpácskát csinálni, tehát kis mécses. Nem kell nekem ezeket a kis baromi drága kis alumíniumból csinált mécseseket. Veszek akár olyan olajat, amit a sütőből, vagy amit kisütöttem a krumplit, abból csinálok olajmécsest, és akkor nekem az ottan ég. Tudod? Tehát nincs ilyen fajta függés, és ez valami hihetetlen érzés. Hát ez... Ugye végül is ezt azért abban a kapcsolatban tanultad meg, persze, amiből kiléptél. Persze. De ahogy a kapcsolatból kiléptél, ezt viszont ehhez ragaszkodtál. Nagyon. Hogy maradjon. És akkor, amikor mondjuk a 14 éves lányod nincs ott, és egyedül vagy a mécsesednél, akkor nem rossz? Figyelj, mondjuk így, általában olyan 15-20%. A 100%-ból 15-20% az, amikor tényleg azt érzem, hogy milyen jó lenne, hogyha most valami nagyon jó élmény után hazamehetnék, és megoszthatnám ezt valakivel. Például mondjuk a színházban van egy vastaps, és repes az ember lelke. És hazamész a... És akkor... És tudod, mi van? Az a 30 kilométer, az nem könnyű. Az valóban, az be kell valani, az nem könnyű. Amikor... Bejössz a... Igen, amikor tudod, mindenki azt mondja, és olyat aktuális a lelkem, és hogy szóval tudod, amikor adsz az embereknek, mert az a dolgunk, adunk, és akkor bejössz az autóba, és föl vagyok dobva, és annyira jó lenne ezt valakinek elmondani, a gyerekem már alszik, vagy éppen az apjánál van, mert ha nem vagyok otthon, akkor az apjánál van. Erre is nagyon figyelünk, tehát nincs az, hogy két hetenként is kötele, tehát ezt, erre is akarok hát majd valami fontosat mondani, tehát mindegy, azt ne felejtsem el, hogy az a 30 kilométer, amíg hazajön, abban a pillanatban, hogy hazamentem, és kinyitottam az ajtót, és beleszagolok a levegőbe, és meghalom a madarakat, semmi bajom nincs. Figyelj, hazamegyek, és onnantól kezdve teljesen jól vagyok. Tehát akkor egyedül lét van, de nem magány? Nem magány. Nem, komolyan mondom, nem magány, és hát ugye vannak állatok, akiktől olyan, most is itt ül kint az én drága jó büszke kutyám, úgy hívják, hogy büszke, ez egy puli kutya, azzal jövök, megyek mindenhova, és otthon vár, most két csacsim van, meg két kecském, azok várnak ott, tehát szóval... Na fél... nem, ami fehér lovon valakinél. Nem mondom, hogy visszautasítanám, szóval azért nem mondom, hogy visszautasítanám. Nem olyan régen azt mondtad valahol, hogy gyakorlatilag... És nehezen is artikuláltad, hogy férfi gyűlölő lettem. Kicsit. És ilyen, de úgy éreztem is, hogy magad is zavarba vagy a szóval, mégis ezt mondtad ki, ami nem véletlen. Te, aki ugyanúgy megfogalmaztad, hogy a tavaszi szélbe is szerelmes tudtam lenni, a szerelembe szerelmes tudtam lenni, akkor ez egy, az most hol van? Figyelj, arra is gondoltam, hogy ugye én nekem a szüleim görögök, tehát én is az vagyok. És nagyon-nagyon ez sok... Ez egy nagyon jó következtetés. Ugye? Ebbe van valami logika, Atina. És így aztán a gyermekeim meg félgörögök is. Viszont nagyon erősen bennük van. Mindegy. Tehát, hogy én arra gondoltam, hogy annyi, így a háború után, tudod, sokan, meg a polgárháború, így Görögországban, hány fekete kendős öreg nénit láttam. Most ők végig tudták aztán élni az életüket férfi nélkül. Lehet, hogy ebben a koromban már én is, az kész, nem tudom. Én most tényleg nem vagyok olyan nyira, mint ami akkor voltam, hogy nem, de nem lehet, hogy az se lenne baj, mert hát ezt hányan megcsinálták, és hányan éltek 90x éves korukig. Igen. Teljesen egészségesen, igen. Már mentális, igen. Igen. Bizalmatlan vagy? Hogyne. Hogyne. Félted magad? A lelkedet? Hogyne. Igen, szóval azért én mindig is nagyon sérülékeny voltam, és tudod mi a baj? Ez viszont nagy baj. Ez viszont nagy baj, és ezért haragszom egy picit erre az egészre. Az a baj, hogy én régen, amikor fiatal párokat láttam kéz a kézbe, vagy csókolózni, vagy ölelkezni, akkor így néztem, és jaj, de helyesek! Most meg látom, és tudod, ilyen... Ó, szegények.
Esküszöm, és ez nagy baj. Tehát én már látom, hogy hováig fognak eljutni, és ez nagyon rossz, tudod? Tehát egy picit az a reményem, vagy az a hitem elveszett, hogy egy kapcsolat holtomiglan, és ez elég nehéz, tudod? Valószínű, nehéz. Hogy ez egyébként egy ilyen gyászmunka. Tehát, hogy az ember végül is egy kudarc után azt egyrészt fel kell tudja, hogy dolgozza, meg valami helyet keresni neki, vagy, és aztán elengedni talán a félelmet, vagy elengedni azokat a beégett kerítés, nem is tudom, hogy mondjam, gátakat, korlátokat. Figyelj, én nekem most nem is olyan nagyon régen, tehát lehet, hogy pont jókor beszélgetünk, nem olyan nagyon régen, én szeretek emberekkel beszélgetni, meg én nagyon nyitott vagyok, tehát én mindenkinek, mert aki tud, persze, annak beszélgetek, és akkor ő is nem olyan régen beszélgettem valakivel, és mondott egy mondatot, és az úgy beleégett a fejembe, és 180 fokot, megfordult az agyam. Egyszerűen megfordult. Az történt, tudnilik, hogy én kimentem, és mindenki úgy is fogalmazott meg én is, hogy én nagyon sok mindent itt hagytam, meg mennyi mindent csináltam ezért az emberért, és húztam a belemet, és ezt csináltam, és azt csináltam, és a tanya, és a táborok, és az állatok, és a sajt, és a nem tudom, és a... Tudod? Amit nagyon szívesen csináltam, de amikor ennek vége lett, akkor bennem maradt ez, hogy miért? Pedig én annyi mindent csináltam, ő érte, és még mindig csinálom, és látod, hogy én tudom csinálni, akkor ez miért nem volt, tudod, így? És egyszer csak azt mondta nekem ez az illető, hogy állj meg, ezt te nem ő miatta csináltad, hanem magad miatt. És tudod, amikor így kinyílik a szem, hogy Jézusom, hát hiszen tényleg, hiszen lehet, hogy a Hancsor utcai nagyon-nagyon közel a természethez, hiába Bencel utcával volt, de olyan óvodás éveim voltak, amit a vadaskertbe töltöttünk, ahol én azt úgy éltem meg, mint egy dzsungelt, szóval, hogy én nekem az hiányzott az életemből, tudod? Mm. Nagyon hiányzott az életemből, nekem mindenem megvolt, volt két gyönyörű gyerekem, ugye a Péter, az apjú, a munka, a ház, minden nagyon rendben volt, de mindig éreztem valamit, és mindig úgy hessegettem el, hülye vagy, jó dolgodban nem tudsz mit csinálni, csak nyafogsz. És közben nekem ez hiányzott, az, hogy én újra túrjam a földet, én újra benne legyek, tehát úgy látszik, hogy most teljesedett ki, és most át van fogalmazva, hogy ja, hát ez miattam volt. Tehát nincs benne már az a dű, hogy tudod, hanem jaj, de jó, de hálás vagyok, hogy én ezt megtehettem, megléphettem, tudod? És én nagyon hiszem azt, és ha ezt akarjátok, kivágjátok, én nagyon hiszem azt, hogy a gyerekek választják a szülőket, bocs, tényleg elhiszem. És én azt hiszem, hogy a gyerek, a Réka, a harmadik lányom kiválasztott engem, mert ugye kiválasztják az anyát, vagy a párt. És hogy a Réka engem kiválasztott, és nekem kellett az a kapcsolat, például azon túl, hogy megéljem a természetet, kellett az a kapcsolat, hogy én a Rékát megszüljem. Érted? Uh-huh. És én ezt most már így látom, és én ettől tök jól vagyok. Szóval én mindig megpróbálom a dolgokra, lehetne még mindig ülni otthon és rágni a körmömet. Miért kellett nekem, és miért csináltam? Hiszen, hogyha nem lenne az enyém, akkor én már réges-régen visszaköltöztem volna, ülnék a plázába, és enném a gyors kajákat, és marha jól érezném magam shoppingolás közt. Gyűlölöm. Ott kín... Ezt elengedted. Ezt az ittet? Ezt teljesen. Szóval nem... Hát ha vettem egy márkás cuccot... Micsodát, azt sem tudom, mi a márka. Ezt soha nem tudtam. Főiskolás voltam, nem mondom ki a nevét, mikor Görögországból egy ilyen levetett bőrcsizmát adott nekem valami rokonom. És a főiskolán az egyik ilyen rendező tanács így ránézett, és azt mondja, Úristen, milyen csizma! Jézusom, mondom, mi van? És kimondta a márkát. És mondom, az micsoda. De ilyen nem akármilyen. Tehát ez az izé. Nem akármilyen. Mondom, ne hülyeskedj, honnan tudod? Hát ott van, ott a izé. Ja, mit tudom én. Tehát fogalmam nem. Jó, hát téged igazából a tárgyi fogalmam, világ, meg a fogalmam. Nagyobb tévé, a még nagyobb autó, mi a zsebed? Ezért mondom, hogy ki kell a gyerekeket csapni, hogy ki de... Figyelj, én ezt nem véletlen mondom, mit táboroztatunk annak idején. Nomád tábornak hívtuk. Jöttek ilyen pesti... energiaitalos, meg ilyen fülhallgatós, ilyen csávók jöttek ki. Jöttek hétfőn, és vasárnap, már amikor el kellett menni, mezítláb, ilyen gatyákba eldobva minden ilyet, ültek szőrén a lovon, és élvezték az életet, tudod? Tehát ezt meg egy hét alatt, hiszen az ember szervezete nem hülye, ő tudja, hogy az az igazi közege, nem ez.
Nem. De figyelj, mondod, hogy amikor a színház után mondjuk a 30 kilométer nehéz hazaérni. Igen. De egyébként onnan bejönni és színházzá válni, színpadi lényé válni, ott az út nehéz a flaszteren, és már a színpad jó, de az egy vezeklésed befele? Az kegyetlen. Nem, én nem, figyelj, én nekem, amikor ugye be kell jönnöm, tehát én nekem az összes hajam így áll égnek, az összes idegszálam, idegbeteg vagy. Most is, hogy bejöttem ide, és megláttam ezeket a sorompókat, és ki van írva, hogy a parkolás szabályai, és az első 15 perc, és a nem tudom micsoda, azonnal fölhívtam, téged hívtam föl, de valaki más vette föl, és mondtam, hogy mondjátok meg mi ez, nem fordulok vissza, mert gyűlölöm ezeket, tudod? Szóval ezeket a le mindenhonnan, pedig hát nem vagyunk benne a városközpontban. Érted? Szóval itt ki... Na mindegy. Tehát én ezektől megbolondulok. És onnantól kezdve, hogy átlépem a Tália templomba, belépek, ugye, most ezt nagyon szép, de tényleg onnantól kezdve megszűnik, és imádom, és nagyon szeretek adni, és szeretem a kapcsolatot a nézőkkel. Nagyon-nagyon szeretem. Tehát nagyon szeretem a színészetet, ezért ezt soha nem tudtam, nem is fogom abba adni. De hát ugye én... ez volt az egyik dolog, amit ami az miatt, a kapcsolat ugye... nem engedett, igen. Mert ott a trágya maradhatott volna, de a flittert le kellett volna dobnod. Igen. De ahogy neked az adok-kapok nagyon fontos, ami működik a közönséggel, vagy akár hogyha ülök veled, vagy összefutok veled, hát állandóan hát ilyen energiák áramolnak, ahhoz képest, és tényleg nem erőltetve ezt a dolgot, de mikor azt mondod, hogy ennyi idősen már lehet meg a fekete fejkendős néni, de hát hozzak egy tükröt, Atina, de nem vagy az. Tehát, hogy gondolod, hogy inkább most egy úton vagy még befelé magadba, és aztán majd kinyílik a szíved? Vagy ez nem foglalkoztat? Vagy te nem marcangolod magad ilyenért? Dehogy is, marcangolni nem, szóval az semmiképpen, az nem az a fajta vagyok. Tehát lehet, hogy egy bizonyos ideig megy a marcang, mert nyilván azért az embernek fájnak bizonyos dolgok. Hát mert kudarc. De utána... Minden ilyen kudarc. Na igen, de ha én úgy fogom föl rá, hogy szóval most ez ugye nagyon divatos pozitív gondolkodás című dolog, tehát ha én ezt úgy fogom föl, hogy ezt én azért kaptam, hogy én ezt megélhessem, és legyek boldog, mert itt van, te akartad, itt van, örülj neki, akkor azt mondom, hogy ja igen, most az életemnek most ez a szakasza erről szól. Uh-huh. Hogy tudod, tudnék én sírni reggeltől estig, hogy... És tényleg, egyébként tényleg volt is ilyen, hogy ültem a fogorvosnál, és így nyakig két kézzel benne a számba, órákig, tudod, és akkor így elkezd, de nem azért, mert fáj, mert én tűröm a fájdalmat, így elkezdett így csorogni a könnyem, és akkor megkérdezte tőlem ez a jó ember a fogorvos, hogy mi van, és mondtam, hogy semmi, csak arra gondoltam, hogy ezt például ez sincs kivel megosztani, mert a gyerekeidnek nem mondod el, hogy másfél óráig ott ültem, és azt hittem, hogy meghalok, mert már hányom kellett, mert annyira benne volt a száma, és nem tudod megosztani, mert a gyerekeid előtt erősnek kell mutatni magadat, ezt ugye tudod, szüleim nincsenek, tehát nincs kivel megosztam a fájdalmamat se, tehát ülsz, és akkor az azért nem könnyű, de látod, elmondtam neki, és onnantól kezdve jó volt. De látod, pont az az erő, ugye a gyerek felé az embernek erősnek kell lenni, és ez az erő, ez egy idő után az a veszélyes, hogyha így nagyon, nagyon megkeményedik, és olyan férfiassá teszi az embert, mert tényleg jó sztori, hogy 3000 kiló fát bevittél, de hát nem tudom, tehát az férfi munka, vagy igen, nem? Ez is nagyon jó, amit mondasz. Egyszer egy tévéinterjú után ledöbbentem magam, mikor már úgy jó ideje egyedül voltam, és tényleg 8 lábon kellett álljak. Akkor így visszanéztem egy tévéadást, én nem vagyok az, aki visszanézem, mert abból is tanulok, és visszanéztem, és riadtan azt néztem, hogy az amúgy se lágy vonásaim még keményebb. Tehát, mintha egy férfi ült volna ott. És mondom, Jézusom, kiül az arcomra az, hogy tényleg férfiként kell működjek is. És akkor azt mondtam, hogy jaj, nem, ez nem működik, nem is akarok apja lenni a gyermekem, mert én az anyja vagyok. Én azt gondolom, hogy meg kellene változtatni, meg kellene változtatni a szabályokat is, amik az elvált szülők és a gyerekekkel kapcsolatos szabályok. Tehát egyszerűen az, hogy a gyerek, ha nincs közös megegyezés, 2 hetenként láthatja az egyik szüleit, azt egyszerűen kikérem magamnak. Tehát az, hogy nem minden nap hívhatja föl, vagy mehet oda, vagy szóval nincs, tehát hogy mondjam, büntetném azt a bárkit, bármelyik szülőt, aki úgy engedi el a gyerekét, hogy
két hetenként, vagy havonta, vagy három napon, vagy mint három nálatok évente. Mint a Péterrel, vagy... ez fantasztikusan működött, abszolút. Hiszen akkor mentél, szóltál, mentél a lányokhoz, abszolút. Jöttek hozzád, és ez most is. És ez most is így van, mert amikor én nem vagyok, szóval egyszerűen tolom, így tolom át a gyereket, még akkor se, akkor is ott van, hogyha ő mondjuk nem ér rá, hanem a mostani párjánál van, csak hogy érezze, hogy ott az apja, és hogy bármikor fölhívhatja az apját, és bár, tehát azt a biztonságot, mi csináltuk azt a gyereket, nekünk felelősségünk van iránt. Az, hogy a gyerek egyszerűen lóg a levegőben, mint ahogy ezek a mai gyerekek, azt se tudják, hogy melyik, és az első kapcsolatban nyakig belemennek, ami nem biztos, hogy éppen azt kéne, nyakig belemennek, tehát szóval nem, büntetném azt konkrét, tehát ahogy nem fizeti ki a tartásdíjat, az az illető szülő, ami meg van szabva, és azt büntetik, mert levonja. Ugyanúgy büntetni, tehát ha nem lenne napi kapcsolat, ha nincs napi kapcsolat. Nem tudom, hogy találják ki, sok okos ember van, hogy lehet azt, hogy minden nap, nem tudom, találják ki, de büntetném azt igen, a szülőt. Igen, mert végül is az bizonysága erre az a történet, végül is az Annával, a Nórával neked, jó lett a kapcsolatod, persze. Tehát hogy helyére tudott kerülni, igen. Bár nem tudom, egyet azért megkérdeznék, hogy tehát azt el tudja tényleg az ember engedni, hogy végül is én mentem el onnan, ahol ők voltak? Nem, az kész, úgy marad. Figyelj, elteszed egy pici fiókba, és megpróbálsz nem foglalkozni vele, hiszen megtetted, mindig ott lesz, és hogyha lesznek olyan problémák, a lányaim kapcsolataiba, vagy a lányaim nem tudom micsodájába, rögtön az lesz az első, ja persze, mert akkor nem voltam ott. Ez tényleg így van. Tehát ezt nem tudom letagadni. Ezt rögtön verem a fel. Úristen, ez biztos azért, mert nem voltam ott, és nem csinál, és aktötötö. De nem tudsz mit csinálni, nem tudsz mit csinálni, ez van, és onnantól kezdve lépünk tovább, és akkor abban a helyzetben, akkor próbálsz rajta segíteni. Hogyha, ez biztos, hogy így van. De hogy én üljek otthon, és verjem állandóan a fejemet a falba, nem tehetem meg, hiszen a gyerekeimnek most is szükségük van rám, mind a háromnak, tudod? Tehát ezek, azt gondolom, hogy ez, tehát én, szóval én jól látom, tehát próbálom így a jó oldalát nézni mindennek. Meg tudod, pár éve beszélgettünk akkor, amikor tulajdonképpen a változás, vagy a váltás történt, és ahhoz az archoz képest én most csillogó szemeket tehát... Igen, az kemény volt. Hát persze, nyilván, tehát az egy nagyon nehéz. Most jobban vagy. Most jól, persze, abszolút. Tényleg jobban vagyok most. Még egy régi mondatod volt, amit mindig felidézek, hogy azt mondtad, hogy ez nem baj, ha az idő múlik, csak az arcon a barázdák, az öröm barázdái legyenek, ne a fájdalomé. Most már inkább ezeket igen, fogod gyűjteni? Igen, és hát, hogy a szemek csillogjanak. Igen, igen. A tükörben nézel, mit látsz? Most jót látok, tényleg. Majd, ha ezt visszanézem, majd... Hát most elég érdekes. De igen, jót látok, szóval tényleg nem vagyok egy mai csirke. De egyébként tényleg pont tegnap valaki, illetve tudom ki, egy unokatestvérem föltette erre az izére oldalra, nem tudom, ki lehet-e mondani ezt a borzalmat, igen, kitett egy ilyen 20 éves kori képemet, és a Réka lányom 14 éves, azt mondta, anya, nem is olyan sokat változtál. Jaj, mondom, ez tök jó. Hát akkor ennyi. Ha gyerekeim így látnak, akkor a többi meg nem érdekel. Szerintem maradjunk ennyibe. Jó. Köszönöm szépen. Kapsz egy kis csokit. Jaj, de jó! Tudod, de... örömhormon. Igen, de aranyosak vagytok, köszönöm szépen. Mert a sajtot csinálsz csokit, nem? Azt köszönöm. Most kapott tőlem. Igen, egyébként van egy kollégám, aki csinál csokit is, képzeld el. Tudom. Na hát, ha egyszer abba is belevágsz, Isten tudja nálad. Köszönöm, ja, Attina. Köszönöm én is. Köszönöm. Gondolkodjunk legközelebb is együtt, egy kávé mellett. Az Egy Kávé Szilinórával együttműködő partnere a budapestisminkiskola.com.